Az az érdekes, hogy a Senior Tánc pont arról szól, hogy nagyon nagy közösségépítő hatása és ereje van. Tehát aki magányosan egyedül él otthon és meglátja esetleg a tévében vagy a rádióban hall egy riportot, akkor bátorkodik és felkeresi ezeket a lehetőségeket. Egyébként meglepő, hogy az idősek is az interneten tájékozódnak róla leginkább, vagy a másik lehetőség, hogy szóbeszéd útján terjed, és egyszerűen csak a másik embertől hallják, és ők is eljönnek. A Senior Örömtáncot én az interneten ismertem meg, interneten keresztül, és mivel német tanárként dolgoztam, ezért fölvettem a kapcsolatot az Osztrák Senior Tánc Szövetséggel, és ott elvégeztem a Senior Örömtánc oktatói tanfolyamot. Elkezdődött az oktatói képzés, és azt én csinálom. Jelenleg most már 160 oktatónk van, ezek az oktatók aztán elmennek a saját lakóhelyükre, és ott kis csoportokat szerveznek, és oktatják a Senior Örömtáncot. Körülbelül 5000-en már rendszeresen táncolnak ezekben a csoportokban. Egy fizikai aktivitás biztosít, de a koreográfiák megtanulása egy szellemi frissességet is fenntart, és azon kívül, hogy együtt táncolunk, természetes, hogy hibázunk is a táncok során, és akkor hatalmasokat nevetnek, és igazán ez tartja össze ezt a közösséget, hogy együtt táncolunk, együtt örülünk, együtt nevetünk, akár együtt sírunk, de ez az a legnagyobb összekovácsoló erő. Én gyógytornészként dolgozom főállásban, és egy országjáró turné keretein belül találkoztam a Senior Tánccal, ahol bemelegítő foglalkozást tartottam táncolás előtt, és akkor megtetszett, mert egyébként gyerekkorom óta táncolok, és úgy gondoltam, hogy a hobbimat, a szenvedélyemet, a hivatásommal ez az a dolog, ami igazán összekapcsolja. A Senior Örömtáncban nem kell arról gondoskodni, hogy legyen valakinek partnere, hanem egyedül is el lehet jönni, mert ez egy ilyen közösségi, csoportos táncolás. Nem akárhogyan táncolunk a zenére, ha megszólal, hanem az oktató először elmagyarázza azt a rövid kis koreográfiát, amit mindenkinek meg kell tanulni, együtt gyakorolják ezeket a lépéseket, és amikor már tudja a csapat, akkor táncolják el zenére. Sportoltam egész életemben, de mindig szerettem volna táncolni, és úgy éreztem, ez a tánc nekem való. Nincsenek benne akrobatikus elemek, ugrások, hirtelen fordulatok, ami már nagyobb megterhelést okoz a szervezetnek, és a közösség építés nekem nagyon fontos ebben, az együttmozgás, a katarzis élménye, amikor valamit megtanulunk. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk Tyukász Brigittával, aki a régiós vezetőnk, és nem volt kérdés, hogy jövünk, és az sem, hogy sokan jövünk. Profi szervezés, nagyon kedves fogadtatás, jó táncok kell legyél, hát itt a helyünk.